Hogy hívják a számítógépes játékokkal előforduló hibákat? Ilyen és ehhez hasonló, a digitális világgal és a logikával kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk a gyerekeknek a Nagy Digitális Kaland elnevezésű vetélkedőn. Ezekhez 60 perc állt rendelkezésükre. A megmérettetésen a 3., 4. és az 5., 6. osztályos tanulók vehettek részt az ország 40 helyszínén. Keszthelyen a Premontrei Gimnázium adott helyet a versenynek, ahol a térség 12 csapata oldhatta meg a különböző nehézségű feladatokat. Voltak olyan kérdések, amiket egyáltalán nem értettem, a feladatokat se, de voltak nagyon könnyűek, amiket még végig se kellett olvasnunk. Szóval kétes volt a kérdések, és szerintem időben egész jól, sőt, jól belefértünk. A versenyt 3. alkalommal szervezte meg a Digitális Tudásért Alapítvány. A megmérettetés célja, hogy felmérje, illetve segítse a gyerekek logikai gondolkodását, támogassa a számítógépes világban való eligazodását. A Logi School a programozás oktatását segíti, ami a programozás ugye legfőképpen a logikára, az ilyen típusú gondolkodásra épül. Ez a verseny nem kimondottan a programozásról szól, legfőképpen a logikai tudást, a logikai gondolkodást méri, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy a gyerekek ebben jövőre nézve is fejlődni tudjanak. Az országos megmérettetés eredményeire nem kellett sokat várniuk a résztvevőknek. A helyi versenyt mind a két korosztályban a Hévízi I. és Gyula általános iskola csapatai nyerték meg, sőt a 3., 4. az ország legjobb 10 csapatába is bekerültek. Nagyon jó érzés, nem voltak könnyűek a feladatok, megpróbáltatás volt. Örülünk, hogy bejutottunk, nem számítottunk rá. A Nagy Digitális Kalandon a térség képzeletbeli dobogójára állhattak még az Egri József általános iskola, a Gyenesdiási Kárpáti János általános iskola és a Keszthelyi Csányszendrei általános iskola tanulói is.